Tiszteltel köszöntök mindenkit a 2023. november 20-ai nyilvántestet ülésünkön. Ma kérnek épsőről az ülés előtt jelztek gátodalmai ülésre részt, ami kiküldött napjainkban nem szeretnénk eltérni. Aki a napjainkban felfogja, kérve azzal. Köszönöm szépen. Első napjainkban pontunk az Iváncsai Helyi Választási Bizottság tagjának és pontagjának megválasztása. A Választási Bizottságot ugye az önkormányzati választásokat megelőző évben, év november 31-én megválasztani. Ez a választási eljárásról szóló törvény szerint a jegyző hatásköre a képviselőtestület terébe terjeszteni, és ehhez módosító indítvány nem terjeszthető elé. Igyekeztem úgy összeállítani, akikkel ez a feladat maradéktalanul ellátható lenne. Bene József, Mérideg Magdolna, Dobozi Nyilvédei Lucia, Kalicné Balta Györgyi és Nagy Béla Sándorné a Helyi Választási Bizottság jelöltjei, akiknek a megválasztási esetén 5 napon belül esküt kell tenni a polgármester előtt, és az alapkörülést is meg kell tartani, és szeretném kérni, hogy fogadjátok el őket. Ezzel kapcsolatban a kérdésem. Egyesületen lesz az mindenki? Nem. Jó. Akkor a Helyi Választási Bizottság tagjának népszavát elfogadja jelöltjeit. Köszönöm szépen! Második napjaini pontunk, Iváncsi Községi Önkormányzat 2023-2028 között időszakra vonatkozó új helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása. A törvényi kötelezettségünk, hogy ezt mindig felvizsgáljuk és újra tartassunk, ez a 2023-2028 közötti 5 éves időszakra vonatkozó program. Kiküldtük véleményezésre több helyre. Sehonnan nem érkezett vissza semmilyen jelzés, hogyha igazából támogató jelzések érkeztek vissza. Kérdezem, hogy nektek van ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésnek. Micsom? Elfogadja. Köszönöm szépen. Harmadik napjaini pontunk, Fejér megyei önkormányzatok kegyelmi központ Kft. Üzletrész vásárlása. Ugye ezzel kapcsolatban már egyszer, mert itt többször is tárgyaltuk testvérülésen, és küldtek egy vételi ajánlatot, amiben 572.000 forint vételárat ajánlottak föl, 286.000 forint közbekeretek névértéke. Nem tudom, akkor úgy döntöttünk, hogy igazából semmi okunk nincs, hogy eladjuk, vagy igazából nem tudom, beszéljünk róla, hogy Jelmény. Azóta történt valami változás? Sem. Akkor én azt gondolom, hogy talán maradjunk abban továbbra is, hogy nem szükséges annak a résznek az értékesítése. Jár ez valami előnyel vagy hátránnyal? Semmi. Ugye most tagja vagy egy gazdasági társaságnak. És én azt mondom, hogy az 572.000 forint, ez nem egy akkora összeg, amiért érdemes lenne. Amúgy meg tényleg semmi oka nincs, meg nincs hátránya, nincs előnye. Egyébként egy forint részesedésbe se részesültünk. Ja, soha nem kapunk részesedésbe. Soha egy forintot se kapunk belőle. Akkor maradunk abban, hogy egy előre vagyok, ugye? Igen. Oké, számolhatja. Köszönöm. Igazából arra nem kaptam múltkor se választ, hogy miért kezdik fel vásárolni. Na, azért, hogy egy kézben legyen igazából. Gondolom, ennyi a titka. Negyedik napjaini pontunk, 2024 évi belső ellenőrzés tárgyalások, aki napjaini. Ugye, hogy minden évben az idén is el kell fogadni, hogy az, amit 2024-ben ellenőriznénk. Az idén a pénzügyvezetővel együtt a könyvtár és művelődési központban belül a könyvtár gazdálkodását, valamint a bölcsőde gazdálkodását kívánok elvégeztetni, és a Vincent Auditor Kft. Bíznánk meg, ahogy az elmúlt években is bevált. Úgyhogy ezt a két határozatot kellene elfogadni. Az egyik az, hogy őket bízzuk meg, beváltak hosszú évek óta, a másik pedig az, hogy ezt a két témát választjuk ki. Kérdéstek? Oké, akkor aki először elfogadja a témákat, és a céget, aki tudjuk. Köszönöm szépen. Ötödik napjaini pont a Iváncsi Községi Önkormányzat 2021-i közbeszerzési tervének jóváhagyása. Minden évben hozunk egy közbeszerzési tervet, amit aztán módosítani szoktunk, hogyha van olyan pályázat, ami közbeszerzés
érintett. Most jelen pillanatban az útjáró és parkolóhely építése lenne ugye a József Attila, Jókai köz, József Attila körút, vagy Jókai körút, József Attila köz, szövetkezeti köz, Kandó Kálmán utca vonatkozásában lenne az útfelújítás. Ezzel módosítjuk a közbeszerzési tervet. Karatokámmal köszönjük szépen. 6. napi pontunk, Virágcsa, mesetanult a művészeti óvoda, óvodai csoport létszám túlépés fenntartói engedélyezése. Ugye az óvodának 4 csoportja van, ahol a maximális létszám 100 fő lehet, ugye csoportonként 25 fő. Most jelen pillanatban 3 fővel túlépjük, tehát 103 gyermek van az óvodában. De igazából azt szoktuk mondani, hogy sosincs teltház, de ezt a Gabi tudnak, hogy hiszen mindig van egy-egy gyerek, aki nem tudja, hogy a betegség miatt, vagy egyéb okokból. Igen. Tehát. Jó? Hát persze, muszáj megjönni is be valamink olyan is, hogy be tudjunk fogadni, akik be kell fogadni. Jó. Indokolja, okay. Hogy én elmondtam erről ugye az SMSB-tél másodkülsek véleménye, vagy a véleményemet, hogy ugye a 2-3 főnek számít, de muszáj bevenni gyerekeket, mert vannak. Talán. Tényleg vannak, tehet számolnak. Jó, akkor aki engedélyezést áll, hogy köszönöm szépen. 7. napi pontunk, az Iváncsei Mesetanult a Művészeti Óvoda Minibölcsőnek 2022-23-as nevelési év szakmai munkájáról szól beszámolójának, valamint a 2024 egyedül munkatervének elfogadása. Megkaptuk intézményvezetőtől azt, hogy elkészítette mind a beszámolót, mind a munkatervet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban valakinek kérdési kiegészítése. Nincs. Sokkal, most én nekem az volt a tapasztalatom, hogy sokkal alaposabb volt, mint az előző. Hogy végignéztem, és minden benne volt. Meg talán te látod a helyében. Azért mondom, hogy az elmúlt évhez képest sokkal alaposabb volt most ez a beszámoló. Nem, akkor aki támogatja. Köszönöm szépen, hogy van. 8. Ugye 8. az Iváncsa Mesetanult a Művészeti Óvoda a Minibölcsőnek udvari játékok beszerzésére, elhelyezésére, javítás tájban beérkezett tájáról szóló döntéshozata. Ugye szintén a megyei önkormányzat támogatásából szeretnénk ezt megvalósítani. Ennek az volt az oka, hogy minden évben felül szoktuk vizsgálni az óvodai és a játszótéri játékokat, és a felülvizsgálatnál nagyon sok hiányosság jött elő. Egy csomó játékot azt mondták, hogy el kellene bontani, mert veszélyes. És akkor döntöttük, hogy cseréljünk játékokat, frissítsük a játékparkot. Erre a legjobb ajánlatot a játék reációtér.kft. adta 10.369.550 forintban. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van neki kérdés. Bölcsödében milyen játékok fognak kerülni? Semmilyen. Csak a neve egy művészeti óvoda, az még bölcsöde. De itt az óvodai udvari játékokról van szó. Bölcsődőkben egyébként, de már nem is tudna a játék kerülni, mert nem fér. Igen, ott a volt pedig munkavédelmi szempontból is nagyon jó, hogyha ki lesznek javítva, mert tényleg vannak. Hát igen, olyan dolgok is benne vannak nyilván, amiket te már, mint munkavédelmi felelős, egy csomószor jelesztél fel, hogy gödög, meg beszélsen. Csörülnénk is neki benne, hogy nehogy baleset legyen. Jó, akkor ezt támogatja. Köszönöm szépen. 9. napi pontunk, a Adonis Szociális Központ intézmény vezetői pályázatok ellenőrzése. Ugye egy pályázó volt, Sopcsné Szabó Zita, aki irányít és vezette az intézményt. Én azt gondolom, hogy én a magam részéről támogatom. Szerintem hogy az intézmény működjön, jól működjön. Igazából nem volt semmilyen panasz, ami miatt letenném azt, hogy támogatom a munkáját válló is. Nektek van kérdésetek ezzel kapcsolatban? Nem volt semmi. Akkor ki támogatja. Szóval, és akkor már csak az egyebek van hátra. Ott egy pár ilyen tájékoztatást szeretnék. DLV-től megkaptuk ma az eljárat, mert azt én nem hoztam be. Ezt behoztam? Nem. Behozom, én nálam vagyok. Majd megbocsánat. Ez a vegyszeradagoló, amit testnél építenénk meg, azért, hogy Iváncsán ne legyen büdös a szennyvíztől.
Ennek nettó 7.675.000 forint a költsége az előzőkes számításai szentgyűjtőjének. Azt mondom, hogy igazából az eszközhasználati díjtervére fogjuk ezt megcsinálni, tehát igazából a mi költségvetésünket nem terheli. Többre is számítottunk, akkor összefeszeltünk róla. Csak ezt a testületet esetleg most felvennénk a napirendre ennek a tárgyalását, a szóbeli előterjesztés alapján, hogy mert itt a beszerzési szabályzatunktól eltérően itt nincs módunk három elrejátot kérni, mert a DRV is küzdött idáig, hogy egyáltalán tudjon egy ilyet kapni, tehát nem mindenhol csinálják meg. Tehát ha felvennénk napirendre, hogy ezt fogadjuk el az eszközhasználati díj terhére, akkor már akár a Szigor kaphatna felhatalmazást a testülettől, hogy ezt a DRV-től elfogadja, és meg tudják kezdeni a, ennek a beszerzését, meg a... Én látom az is. Jó. Hát hogyha az egyébek emberben, hogy előző azt is, senki érdekszíteni. Úgyhogy ez egy tizedik hohalmikai állat, az képes maturitékhez? Nekem én a Bárdos Csabát ma hívtam fel, tudod, hogy megtudjuk volt a helyben. Igen, hogy miért nem kapjuk be. Szerintem az ő ajánlatok. És ott meg ugye beszerezni, hogy nem posztol szerzőkbe, de a DRV teszi le. Jó, akkor elfogadjátok, hogy egy szóbeli előterjesztés keretein belül, akkor ezt az összeget elfogadjuk, és akkor megrendeljem a DRV-től, hogyha meg... Igen, nem. Jó, most elkezdtem, hogy... Köszönöm. Közmeghallgatásra tartanunk, ez a másik az egyébben nekem. Minden évben kötelezően kell egy közmeghallgatást tartani. December 5. év 17 órákkor tudnánk megtartani, az lenne az időpont, ami még elfér az ünnepek előttek. Meg ugye a kiértesítés szempontjából is. Tehát azt a mai napon fel kell tenni a mondatot. Az a kérdésem, hogy esetleg az SK cég részéről fel lehet valakit kérni, hogy egy tájékoztatást ezt követően adjon a lakosság részére a cég működésével, legfőképpen ugye az adterheléssel kapcsolatban? Az a baj, hogy nem hivatalos információ szerint csütörtökig van az SK-nak jelen pillanatban a vezérigazgatója, mert lejárt a 4 éves mandátuma, és visszahívják. Nem tudom, hogy lesz olyan döntéshozó ott, akit elküldenek ide. De ez se hivatalos információ, ezt ma hallottam más körülbelül. Megkérdezem. Tehát ezt tudok ígérni, hogy megkérdezem. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen nem biztos, hogy egy vezérigazgató ad egyébként is tájékoztatást a lakosság részére. Milyen tájékoztatást adtak a múltkor? Bocsánat, segíts, mi volt az, amire választottak? De ilyen fórumon azért csak van lehetőség kérdéseket feltenni. A parlatidet kivágja le, azt sem tudták megmondani, mindegy. Igen, de hát jöjjenek el. Jó, megkérdezzük, maradjunk ennyiben, jó? Jó. A zajjal kapcsolatban voltam egy egyeztetésen a Kipába, ahol volt az SK is, meg több hatóság. Az SK-nak a hatóság betiltotta az éjszakai munkavégzést, egészen addig, amíg nem tudják produkálni a zajhatárokat. És ők pedig azt mondták, hogy 10 helyszínen ideig megcsinálták a zajfogókat, de az nem hozta el a kívánt eredményt, azért nem is dolgozhatnak tovább éjszaka. Beméltek 3 további helyszínt, ahonnan szerintünk jön a zajhatás. A mérések szerint az úgy van, hogy amikor azok a gépek üzemelnek, akkor 5-6 decibelvel magasabb a hang, mint amikor nem dolgozik. És abból egyet már megcsináltak, amikor volt az egyeztetés, akkor azt mondták, hogy egyet megcsináltak, ez jól sikerült, azért most megrendelték a másik 2 egységnek is a szigetelését, vagy nem tudom, hogy milyen módon történik ez a zajcsökkentő beruházás. És ezt várjuk, hogy ez készüljön, de egészen addig, amíg hiteles a hatóság által mért hiteles zajzó, és nem történik meg, addig nem kapják vissza az engedélyt az éjszakai munkavégzésre. Ezt egyébként többen meg is erősítették nekem például a Jókai utcából, hogy azóta csend van. Okay.
validációs központ, ami itt több emberben felmerült ez a kérdés. Ugye itt több sajtó orgánus lehozta, hogy itt egy validációs központot fognak építeni. Én ezt is megkérdeztem az SK-tól. Azt mondták, hogy valóban megkapták az építési engedélyt, de nincsen benne a pénzügyi tervükben, hogy itt most ők valamit is építsenek. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok mondani, hogy nem fog egyelőre épülni, nem tudunk más. De ahogy láttátok, kifogást sem álltam kétszer ellene, hogy... Kifüggesztették a Generiszt, neke kiadták a feladatot. Azért nem álltunk kifogást, ott a Generiszt ide küldött. Tehát pont azt kifogásoltuk meg kétszer, és így nem értünk vele egyet. De kiemelt gazdasági. Mm-hmm. És a mi zöldmérőnket most akkor tovább fejlesztjük, megbeszéltünk. Az a mérőn most Budapesten van a kormányhivatalban, hogy most van hitelesítés a bírságolásra alkalmas legyen, mert valid... Nem bírságolásra, hanem... Valid adatokat küldött, de a kormányhivatal nem rá, tehát Budapesten becsétet, hogy még inkább. De egyébként nekem is a negatívban ezt mondja, hogy ugyanazok küldték a Jókai Józsefből. Azért mindenkivel kapcsolatban voltunk esténként, többször is kandóba, és nagyon-nagyon hetek, tehát két-három hete jelentősen csökkent, tehát a több jelzést is kaptunk, hogy visszatért a normális kerékvágásba. Hát így nem megy. Hát jó, de addig, amíg nem lesz olyan határ, vagy nem viszik határérték alá, addig nem is fog menni. Tehát az most egyértelműen kiderült azon az egyeztetésen a HIPÁ-ban minden hatóság nagyon határozott volt, tehát szó nem volt arról, hogy kapnak valami tüdelmi időt, és akkor addig hadd dolgozzon. Nem azt mondták, akkor fogják ezt az engedélyt megkapni, hogyha minden jó. Úgyhogy itt tartunk. Jó, akkor nekem még van a karácsonyi csomagok osztása, amit ugye szeretném, hogyha úgy csinálnánk, ahogy az utóbbi években közösen. A civil szervezetekkel, meg a testület tagjaival, a hivatali dolgozók. Melyik az időpont, ami végül jó lehet? 8-a? 7-e? Ja, igen, 8-e, meg nem volt jó. 7-e csütörtök. De 6-a több szempontból se jó, mert például Gabinak se jó, meg nekem is van programom. Jó. Mikolás ünnepség. Jó. Igen, vagy 7-et csütörtök. Megmutatom is. Hol lesz? Mindenkinek? Igen. És akkor reggel 8-kor elindulnánk, szerintem délelőtt végzünk. Azért nem akartuk egyébként pénteket tenni, mert nagyon sokan volt az előző években az, hogy bedobtuk az értesítőt, és már délután jöttek érte, csak péntek délután nincs itt senki hivatalban. Ja, akkor ezt... Esetleg, Gabi, beosztod a megint igen. Az utcákat, mert neked a legnagyobb helyismereted, jó? Jó, mindenkinek jó volt az a beosztás, amit kapott. Szerintem az ember... Valakit küldesz esetleg magad helyett? Nikit? Már biztos, hogy nem fog, de megkérdezem. Csak azért kérdezem, mert akkor a párosításokat megcsinálnánk, jó? Pesten dolgozik. Ja, jó, csak azért, hogy a lehetőség. Előtte van a napig várunk a teljes odaadásáról, mert volt tavaly is ilyen, aki nekem nem jutott tudomásról, hogy közben elhúnyt, tehát úgyhogy előtte van a nap mindenkinek, akkor eljuttatom. Jó? Frissítők, akkor megnézzük, hogy nem olyan helyre is kimenjen. Jó. Még nekem annyi lenne, hogy az útépítésekről érdeklődtem, hogy mikor lehet ide. A belterületi, meg az elkerülő út építése. Azt az információt kaptam, hogy közbeszerzés lezárult. Két projekt része van, ugye a belterületi, meg a külterületi rész. Mindegyikre, az egyikre 7, a másikra 9 ajánlat érkezett. Mindegyik jóval a becsült állat, tehát ilyen 40%-os ajánlatok jöttek be. Ami miatt csomó kérdést fel kell tenni a közbeszerző hatóságnak, hogy biztos, hogy jól számoltak el, hogy ne legyen az, hogy utána nem férnek bele a költségvetésbe. Hogyha ez a szerződés, vagy hogyha ez lezárul, és ki tudják hirdetni a győztest, akkor február körül fognak szerződést kötni. Mi azt jelenti, hogy egy hónap áll a munkaterület átadásra, tehát március körül tudják átadni a munkaterületet, de ez csak akkor, hogyha mondjuk egy másik ajánlattevő nem támadja meg a közbeszerzést. Egyébként azt mondták, hogy az a pénz rendelkezésre, úgyhogy ha márciusban
átadják a munkaterületet, akkor elindul. De ha megtámadják, akkor akár 6 hónappal is elhozottak. 85 milliárdat tettek félre. Csak csinálják. Mondjuk itt a Hunyadiban van 2 méter, az esetleg aztán mindentileg, hogy már elhoztuk, nem? Az aszfaltot. Ja, tudom. Zsákos aszfaltot. Nagyon tud. Karácsonyra készülődve esetleg az idősek, akiknek nincsen hozzátartozója, vagy messze, akkor ugyanúgy megoldható, mint minden szentek előtt, így a temetőbe kivitel, vagy az ők segítésük? Folyamatosan csináljuk a temető előtt, igen. Minden második héten csütörtökön, ez télen se szünetel. Tehát az igazából főleg télen volt. De egyébként a nagyjából hány fő az? 6 fő, akit állandóan, senki más nem igényli, mert mindenkinek van. 6 fő, aki de ővelük meg kontrollban van folyamatosan a Pisti. Tehát ők mennek. A házszoruló nagy családoknak csomag, mint amit annak idején adtunk, az van terve, most terve? Hát nálunk nem járt együtt a házszoruló, meg a nagy család. Ja. Tudod, mert a nem nagy családosoknak adtunk. Hát, segítettek a házszorulók. A házszorulóknak adtunk, tehát nem voltak feltétlenül nagy családosok. Már kértük a családsegítőt, a népsolt, vagy a, tehát ezt minden évben összeállítjuk, de nem nagy családosok feltétlenül, mert az előzőt is sem nagy családos volt, hanem sokkal inkább olyan volt köztem mozgássérült, akit otthon gondoznak, a idősegedőálló, aki 40 ezer forintos nyugdíjból él, tehát nem jellemző nagy családos volt. De persze, természetesen az előzőjével ugyanúgy. Minden évben összeállítunk a élelmiszercsomagot. 10 hely volt? Igen, de nincs meg szabolt 10 hely, mert annyi, amennyi rászóló van. És az intézmények jeleztek vissza a közékeztetéssel kapcsolatban, hogy váltottunk szolgáltatókat? Én beszéltem fővel is, beszéltem iskolával is, beszéltem dolgozókkal is, mindenki egyelőre nagyon pozitív. Tehát így jó visszajelzés, nekem nem jött negatív vissza. Igen, gyerek is határozottam. Igen. Igen, és rugalmas. Mennyiség is. Igen, mennyiség is megfelelő, tehát bátran kérhetnek repetet. És nagyon finom egyébként, mi is rendeljük most már a menüt a hivatalban, és ugyanazt, mint amit jó áron, és finom. Kifejezetten finom. Ma is 3 szelet kalács volt, gyerekem kért egy pohár. Vagyis hát tej mellé, de egy pohár nála kérhetett, még kapott. Hát ez ebéd is bőséges, mert azért ilyenek. Oké. Egyebekben valakinek megvan? Melyik dolgot tett az ATM-mel kapcsolatban? Igen. Lehetne valamit az OTP-vel egyezkedni? Megtörtént. Mai napon kaptunk a vezetőtől választ. Pénteken egy eddig telefonon jeleztük mindig a hibát. Pénteken írtunk a régió vezetőnek egy levelet, mert a működött, nem működött, ugye állandóan újraindították, és állítólag ma kapta meg a pénzügyírt a nevünkbe a reklamáló levelet, és akkor ma kaptuk a választ, hogy elhárították azt a hibát, ami ezt okozta. Ez hatványosan volt olyan, hogy baj. Ha újraindultad, akkor ment egy órát, és te megint. És te megint nem. Most kaptuk a választ a vezetőtől, hogy elhárították a hibát, meglátjuk, hogy ez így is lesz, hogy irányba jeleztük. Igen, de írásban jeleztük már a múlt héten, előtte meg szóban már többször, hogy mindig bejelentettük. Most elvileg működött a hétvégén is, meg működik most is. Nem feltétlenül volt érdekes, amikor az odatartóssal volt a hiba. Tehát amikor nem tudtad be a kártyát, hanem érintős. Hát azzal, de írtunk levelet, és akkor mondom, majd jött meg a válasz, hogy ahogy elhárították a hibát, majd nem tudjuk, így is lesz. Majd meg. Tamás kérdez, nincs akkor érzékenyfétási félnek különbényt és Botilginát szeretném, aki egyébként lehet. Köszönöm szépen, hogy van időzbe zárom.